Nem olyan régen volt Torockon egy oktatási témájú konferencia, és ott hangzott el az, amit hát statisztikai adatok híján legfeljebb gyakorló szülőként és egyedi esetként véltünk érzékelni, hogy bizony statisztikailag, most arra kérem, javítsanak ki, hogyha ha rosszul fogalmazok, statisztikailag a magyar nyelvű oktatás színvonala elmarad a többségétől. Rosszul idézem? Kiegészítenénk azzal, hogy nemzetközi mérések azt mutatják, hogy a magyar nyelvű oktatás színvonala, vagy a magyar nyelven, anyanyelven tanuló diákok jobban teljesítenek mondjuk ilyen PISA felméréseken, amire ön gondol szerintem ez az érettségiből adódó következtetések, amik iskolák szerint az országos érettségi vizsgán elért adatokat mutatják, és ott ugye a román nyelv az egyértelműen differenciálódott, nyilván jobban teljesítettek a román oktatási rendszerben tanuló gyerekek, mint a magyar anyanyelvű, vagy a magyar nyelvű oktatási rendszerben, és a matematikánál is voltak ilyen. No, ezt akartam mondani éppen, hogy viszont reál tárgyaknál nyilvánult meg erős, mondjam azt, hogy lemaradás vagy különbség. Igen, igen, és itt voltak erős különbségek a megyék szerint is, tehát hogy az összes összpontnál, az összpontszámnál volt egy ilyen lemaradása a magyar iskoláknak, de sok esetben pont a szórványmegyék voltak, amik ehhez hozzájárultak.